Érdekességek az ecetről. Az ecet eredetileg a rossz tárolás miatt megecetesedett borból származott, és vízzel keverve frissítő italként fogyasztották. A római légiók ecetes vizet, úgynevezett poszkát vittek magukkal a hadjárataikon, ugyanis akkoriban a vizet csak az ecet tette ihatóvá. Az ecet jelentős szerepet játszott a magyar emberek táplálkozásában is. Hazánkban már a honfoglalás idején ismerték a borecetet. Az 1436-ból származó Bécsi kódexben a következő tanács található. Egyél kenyeret és márcsd ecetbe. Az ecet egyidős az emberi civilizációval, már hozzávetőlegesen Krisztus előtt 5000-ben is ismerték. Hippokratész például mézzel kevert almaecetet javasolt légúti bajokra, és az ecetet a lepra legjobb ellenszerének tartotta. Angliában olyan jól jövedelmezett az ecetkészítés és kereskedés, hogy 1673-ban ecetadót vezettek be. Az ecetgyártás a 19. századtól kezdődően öltött ipari méreteket Pasteurnek köszönhetően. Léteznek 50-100 éves óbalzsamecetek is, amelyek valódi gasztronómiai kuriózumok, és az áruk akár több százezer forint is lehet. Vannak zöldségekből, például spárgából, paradicsomból és uborkából készült ecetek is, sőt, létezik seriből készült ecet is, amit Spanyolországban készítenek.